Az ember beleborzong még a látványba is, higgyék el. Egy lövés, egy remek védekezés. Kujezevic, figyelj, Puki, nem tud figyelni most. 30-24. 15-ös számú játékos, David Gamarra. 30-24. Vértizzadnak odahaza, rizikófaktor az egész csapat. Nem tudnak aludni, ne is aludjanak. Hol van még az este? 30-24. A meccs után megpróbálok azonnal interjúkkal jelentkezni a pálya széléről. Sajnos elveszik a labdát a játékvezetők. 6 góllal vezet a magyar válogatott. Visszarendelik. Jóval nem tudnak indulni a spanyolok. 6 góllal vezet a magyar válogatott. Nagy László 6 gól dobott. Így és szintén 6-ot. És aztán egy befordulás és egy gól. Garabája 5. gólja. 30-25. Nincs még vége ennek a találkozónak. Sajnos teszem hozzá. 7-tel vezettünk, 5-tel megyünk, 30-25, klasszis játék, 50 percen át, de most kezdődik az utolsó 10. Most kell a legtöbb energiát összpontosítani. Most kell a legjobban figyelni, most kell mindenre odafigyelni, nagyon. Császár, Eklemovics, góllal kell befejezni ezt a támadását, persze, hogy góllal kell befejezni. Ivancsik Tamás, kilépnek rá, teljes létszámban a csapatok. Császár, elhajlás, kiteszi, lőni kellett volna Gábor. Hát elhajoltál, megvolt a szándék, ehelyett kitettük az oldalvonalon kívülre. Herbert, jönnek a spanyolok, jönnek előre. Szabaddobás befelé, egy óriási ordítás hagyta el az érkező hispánjátékos Vaquero Rodriguez száját. És talán ez az ordítás volt az, amelyik meggyőzte a játékvezetőket. Ez egyszerűen csodálatos, így a Tapio Szentmátomból valaki. Hát most a spanyolok is azt mondják, hogy csodálatos, mert hogy Enterios dob egy nagy gólt. Azért ne felejtjük el, hogy Fonseca nincs a spanyoloknál, ő tavaly 10-et hintett nekünk Mannheimben. Ezt azért tegyük hozzá az igazság kedvéért, ez nem csökkenti persze a magyar válogatott érdemeit. 4 góllal vezetünk, 30-26, megint 3-at kaptunk egymás után, 3-at kaptunk Zsinórban, 30-26, kell a gól, nagyon, Nagy László, igazán remek teljesítmény eddig, jó a visszatett labda, Császár, ő rontotta el az előbb, de nem baj, aztán most lő, lepattan a védő falról, az alsó lövés, nem szabad még könnyelműsködni. Hát persze tudják ezt a fiúk is, de megint jönnek a spanyolok, akik 3 gólosra csökkenthetik a hátrányukat. Megint 7-tel mentünk, most három, kiteszik Rokásznak, és Pulyezevic a kapufára üti! Oldalról jöhetnek a spanyolok. Ó, ezek szerint akkor övék a labda. Bejátszás középre, lövés, belemenés, nem, 7-est adnak a bírók, 7-est. Eklemovicsba beleszállt a spanyol, úgy érzem. Úgy érzem, Eklemovicsba belement a spanyol, a lengyelek másképp látták. 8 perc, átkozottú hosszú idő, rettenetesen García jön a hetestől dobni. Komolyan mondom, ha ezt nem át Pulyezevic kivédi, akkor tényleg lehet neki a szobrot elkezdeni átcsolni Szegeden, ha rá el nem kezdték. Na! És kapufa! És kapufa! Nem védett, de nem baj! Jöhet a szobor! Jöhet a véső! 30-26 marad! Kapufa! A mozgásával maradjunk, annyira megzavarta a hetes dobó játékost. És akkor van érdeme. Hát persze, hogy van érdeme. Kihagyják a spanyolok a 7 méterest. 30-26, 8 perc sincs már. Eklemovics, Nikola, Mocsai Tamás. Gyerünk, Ilyés, Ivancsik, Gergő, Zice, gól! 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 Egy csóka Gyűrűnek! És Gergő első gólja, amikor nagyon kell, 31-26, 5-tel vezetünk, 5 góllal, belül egy szabálytalanság történt, Nagy Lászlót lenyomják. Hiába volt azonban szabálytalan Garabája, a szabad dobás befelé jár. Hát komolyan mondom, Friedrichshafenből írnak nekünk, egyfolytában lútbőröznek, sírokról, aztán Franciaországból, elképesztő mérkőzés, kedves hallgatók, szombaton a németekkel játszunk. A világban, az aktuális világbajnokra, csak mondom. Közvetítés 18 óra 14-től az M1 Kossuth Rádióban szombaton. Holnap szünnap. Nagyon jó, hogy holnap szünnap. Vasárnap jönnek a belaruszok. Oh, kidobják a labdát a spanyolok az oldalvonalon kívülre. Lehet indulni előre, gyerekek, 31-26-nál. Jó van, Ivancsik Gergő megnézi a vonalat. Precízen, onnan kell eldobni. Telik az idő, 7 perc hátra. Megverhetjük Spanyolországot. 7-es perc van hátra. Legyőzhetjük ezt a csapatot? Hát ezt nem is hiszem el. De még nem, még mindig rengeteg van. 5 gól az előnyünk. 5 gól, Eklemovics, gyerünk gyerekek, Mocsai, lő, belelépnek a védők. Szabad dobás befelé, picit meglökték Mocsai Tamást.
Nos, kéne valami váratlan. Valami olyan, ami még eddig nem volt. Hiszen már sok minden történt ezen a mérkőzésen. Eklemovics, Mocsai Tamás. Eklemovics, Mocsai Tamás. Megcsúszik egy pillanatra Tamás. Nagy László kezét megfogja. Ott a fekete ember, Davis Camara, aki egy gól dobott, szabad dobás. Jó van, telik az idő, gyerekek. 6,5 perc, telik az idő. 5 góllal vezetünk. Ó, kínaira tettük föl, de nem jó, sajnos a kínai. Nem jó a kínai, jó volt az elképzelés. Jött Eklemovics, úszott a levegőben, de kicsúszott a kezéből a labda. Marad az 5 gólos előny.